Hát, hello! Szevasztok, gyerekek! Figyeljetek! Hát az az igazság, hogy gondoltam megmutatom nektek, hogy mivel játszok akkor, amikor nem videózok. Szóval ezért lehet utálni, hogyha nincsenek éppen videók, mert ezzel vereti a Keeper, nem más, mint a Division, ugye egy. Ami nem más, mint egy ilyen looter shooter, multiplayer, móka játék, teljesen open world világba. Itt látjátok egyébként ők szintén játékosok, de ami érdekesség ebben az egészben, hogyha kilépsz innen, akkor egy eltűnnek, szóval nem zavarod a másikat. Viszont, hogyha akarod, akkor ugye lehetsz csapatba. Egyébként bundiba meg szaszával szoktuk veretni ezt a játékot, úgyhogy nagyon főküldetés nem fogok tolni, hanem inkább farmolok egy kis pontocskát ahhoz, hogy ugye fejlesztem azt a műveleti bázist. A műveleti bázis ugye látni ott fent bal oldalt, hogy 80%-on van a medical része, 40%-on a mérnökség, vagy nem tudom, műszaki része, 60%-on van az ilyen biztonsági része, szóval ezeket lehet így folyamatosan fejleszteni. Vagy ehhez kellenek ugye különböző pontok, itt találkozási pontokon lehet ezt így mögszörözni, úgyhogy elmegyünk ide, elballagunk, lehet, hogy csinálunk egy mellékküldetést is, úgy beesik, és akkor utána megyünk tovább erre a találkozási pontra. Csak ilyen lazán kis farmolgatási téma van, mivel tényleg bunékat toljuk, szóval főküldetés nagyon nem akarom veretni. Fegyver setupom az nem más, mint egy... Most kaptam egyébként egy lila weapont, egy G-fegyvert, meg van egy kék mesterlövész puskám, amit szeretek. De egyébként most ez a lila ez annyira OP, hogy ezen a szinten, hogy valószínűleg még a mesterlövész puskát sem nagyon kell használnom. De egyébként lehet vicces dolgokat azzal is csinálni, például nézzétek, itt van kettő darab ilyen csodálatos ellenfél. Tartályt meglövöd. Hát, eltaláltam volna. Nem adjuk fel, úgy van, ott a tartályát meglőjük is. De hát... Az új lila, ez a lila csúszli, ez annyira OP ezen a szinten, nem tudom, ez valahogy valakik lőnek. Vagy ilyen szinte már túlzás kategória, de azért lehet szopni még keményen. Ilyen mutatom egyébként a statjait. 10k izéje van, DPS-e van már. 1151-et sebez egy darab lövéssel, ugye. A mesterlövész puska az 2555-öt sebez, viszont ugye ez ontja magával a lőszert, mint az őrület, szóval tök jó. Jó, nem tudom miért beszélek erről, nem annyira releváns egyébként a történet szempontjából. Bírom ezt a játékot, tök jó egyébként, szerintem. Ugye ennek van egy második része, gondoljátok, kérdezitek, vagy gondolom már kérdeznétek, hogy miért nem a kettővel játszok, hát igazából a kettő az tök ugyanez. Csak ugye az Washingtonban játszódik, ráadásul nyáron, ez meg igazából nagyon adja ez a hangulat szerintem. Na itt van a küldetésünk valahol. Műoldos kapcsolatjavítás. Valahogy fel kellene jutnunk, ugye? Ide erre az épületre. De hogyan? Ugye körülnézzünk valamerre. Sehol nem lehet feljutni, akkor lehet a másik oldalt. De legszívesebben ezt el is engedném, mellékküldetéseket nem szívesen csinálok. Igazából tapasztalati pontot meg pénzt ad, úgyhogy arra meg annyira nincs is szükségem, szóval akkor inkább megyünk erre a izére. Én ezeket farmolom itt ezerrel, hogy ugye minél jobban fel tudjam fejleszteni a bázisom, ugye minél jobban felfejleszted a bázisodat, vagyis ezt a műveleti központodat, annál jobb képességeket kap a karaktered. Emiatt érdemes ugye fúzni. Ott vannak a rossz arcúak gyerekek. Egy mesterlövész puska, oda cseszünk nekik. 7000 sebzés, azért ez se rossz. Fejre. Úgyhogy eltalálom a fejét, aztán néha nem. Ugye a fegyvergrédek azok úgy vannak, vagy tierek, hogy ott is vannak szerintem, hogy ugye alapban fehér, ott van egy ilyen miniboss, vagy pedig egy ilyen német, vagy nem tudom mi nevezik. Na ugye az ilyen jó sokat bele kell küldözgetni, de azért a fejlövéseket nem szereti. Aha.
Meg ugye különböző klasszok vagy kasztok vannak ellenfelekbe. Van ilyen gránátos köcsög, aki ott dobálja a gránátot nekünk. Meg is van a izé, meg is van a német. Dobod valami kéket, ami jó. Szuper. Valakik itt jönnek hátulról. Au. Figyelni kell, főleg ha egyedül játszik az ember, mert... Tudják szivatni rendesen. Jó, az Koszovó ott nekik. Oké. Okay. Na nézzük a lootokat, gyerekek. Ott még vannak arcok. Itt van egy kék loot. Maszk. Vannak még rossz arcúak. Elég pörgős kis játék, el lehet vele lenni. Távolra mesterlövész, azt utána meg lehet darálni, ugye. Gondolom ezt beágjátok. Lehet, hogy párra játszottatok ezzel a játékkal. Egy idő után talán singlebe repetitívnak tűnhet. De egyébként rengeteg változatos küldetés van. Én singlebe is el szoktam lenni vele, de multiba egyébként nagyon jól el lehet vele lenni. Multiba ugye tök jó kezeli a multiplayert, úgyhogy rá tud csatlakozni kapásból bármelyik haverod. Tehát most azt hiszem, hogy Bundi egyébként nem online, hanem csak ugye be van jelentkezve a Ubisoftba, ugye, hogyha feljön hozzám, rám kattint a nevemre, és akkor egyből tud csatlakozni, nem is kell meghívó. Úgyhogy eléggé rugalmas a multi része, elég jól meg van csinálva. Na, ide kell jönni, van visszolgáltatást kell röntbe tenni. Ugye nem megyünk a csatornába, gyerekek. Ja, ezzel játszik a Keeper bácsi, ha éppen... Mind is dújra a szivattyút. Hát ez lehet, hogy nem lesz annyira egyszerű. Tök jó full open world, ugye. Igazából nem egy ilyen grindfest játék, szóval tök jó lehet haladni főküldetésekkel, szóval nem kell grindolni benne, hogy neked szintet lépjél, tök jó el lehet venni. Na nézzük, mi a szituáció, hogy itt vannak rossz arcok. Rossz emberek rossz fát tesznek tűzre. Tartály. Kettő meg volt. Egy buzi még ott van benn. Azaz. Jó, ja, ez a fegyő az egész kellemes. Na! És akkor el kell indítani a szivattyút, de itt kell tenni több dolgot is majd elvileg. Szóval figyelni kell. Jönni fognak. Csak nem tudom honnan, aha. Szuper, szuper. Jó, ezt meg is kell tekergetni. Az a baj, időre kell tekergetni ilyen különböző karokat itt, úgyhogy elég szopás. Főleg egyedül. Húzás innen. A baj megint ugye 40 másodpercen van, hogy gyorsan azt eltekerjem. Ez a jó szopás küldetés, megmondom őszintén, meg folyamatosan jönnek közbe, ugye? Úgyhogy ez egyedül, ez egy nagy büdös szívás. Meg hát ez igazából nem is küldetés, hanem azért kell megcsinálni, hogy... Oké, és megint tekergethetem valahol ott lent, de jó. Igen, és megint védeni kell, hogy mit kell, meg kell védenem. De honnan jönnek? Ugye tök random helyről jöhetnek, úgyhogy jó nagy szívás. Na, meg is van, jó, megvan. Szuper, oké, 60 orvosi szárny ellátmányt szereztünk. Ugye még megyünk egy-kettőt, jó? Gondoltam, megmutatom nektek, lehet, hogy nem csak embert érdekel, de hát, hogyha igen, aztán akkor meg tudjátok nézni, hogy ez... Egyébként tök jó az a játék, még... Hát...
Most volt leárazva egyébként 1800 forintra. Ugyanúgy, ahogy egy csomó Ubisoftos játék. Crew például, Crew 2 volt leárazva 2 vagy 1 euróra. Szóval egész kellemes volt, csak egyébként amúgy is G2-en meg Eneban meg tudjátok venni nagyon olcsón. Szerintem 2000 forint körül van ott is G2-en is ez a játék. El lehet vele lenni. Full magyar gyárilag. Úgyhogy az is egy előnyére válik szerintem, hogy teljesen magyar minden leírás az utolsó dologig mindent magyarul meg tudsz játszani. Na, nézzük egy másik találkozási pontot. Ugye ezek ilyen kisebb küldetések konkrétan. Ugye ezek a háromszögek, ugye vannak mellékküldetések, meg vannak a főküldetések, a nagyok. Azokat nem csinálom, hanem inkább ezeket csinálom. Mert tényleg nem akarok előre menni, mert nem akarom, hogy a Bundi meg a Sasa nélkül csinálja meg a főküldetéseket, úgyhogy azt soha nem csinálom, hanem csak ezeket. Ó, a Division. Ugye lehet egy ilyen szkenelni, van ilyen képességed, és akkor látod, hogyha vannak ellenfelek, megjelöli őket. Megismerhetők. Egy kis távcső. Ú, jó sokan vannak, és szar helyen is állok. Na, itt talán jobb lesz. Ah, hogyha nem fire először, az ő bajos. Keresd meg és hozz vissza az ellát, már csináljuk is. Ugye a küldetést. Vagyis ezt a találkozási pontot. Tök hangulatos egyébként a város, nekem nagyon tetszik ez a game. Gyorsan valami fedezéket, mert úgy látom itt vannak. Ó, ez honnan? Ez egy mesterlövész lehet, hogy valahol, de egy darab veszélyes ellenfél. Ez komolyan ez volt. Ah, még jönnek. Tudnám merre. Mert két opció van, vagy az, vagy az, ugye? Ah, az. Sajnos a szkenelés az nem mindig. Van ilyen kúdanja. Nem tudod mindig használni. Ugye be kell várni, míg feltöltődik, addig ugye elég nehéz az orosítani, hogy hol bászkálnak. Van a fölöttük egy kicsi... háromszög meg, hogyha egyszer meglátod, ráviszed a fókuszt, akkor utána már ugye látszik, hogy mindig jönnek, jó van. Túl sok a tereptárgy, nem szeretem, lehet, hogy fel lehetett volna valahova bászni. Bocsánat, közben itt csepereg a telefonom. Lehet, hogy fel lehetett volna valahova. Na, szkeneljünk egyet, ugye ez tök jó, mert így. Ma látod is, hogy ott jönnek. Azok belefutottak. Sorozatba, jó. Fosza, fosza, fosza. És ugye tök jó, mert hogyha egy haverod jön játszani például, akkor simán rád tud joinolni. Tehát ide terem mellette, melléd, és ő neki is azonnal elkezdődik ez a küldetés, tehát ő neki is ugyanúgy, ő neki megy. Szóval akárhány a szintű vagy, tényleg teljesen lényegtelen, úgyhogy ez tök jól meg van csinálva. Nagyon-nagyon rugalmas, egyből történik, nem kell várni rá. Gépigénye nem nagy, nekem 4K-ba fut egyébként. De nem úgy veszem szerintem, hanem alapbeállításon a Shadowplay-em az izébe veszi. Ó, jönnek még meg mindig, de hol? Nehogy máshol. Nincs veszély, baze. Pedig azt mondta a játék, ugye? Aha, ott van bent, baze. Ezek a baseball ütős gyerekek, ezek kellemetlenek tudnak lenni. Ha még egy baseball ütős. Oh, nem, még mindig jönnek. Gyerekek, mi van ma? Scan. Aha, balról ott.
Ja. Használjunk egy kis mesterlövészt, azért is szoktam használni, hogy ne egyfajta lőszert lövöldözzek el mindig. Még ha nem is annyira hatékony. De távolra tök jó. Meg legalább nem ugyanazt a lőszert használom el mindig. Nem van még mindig! És meg izére írja. Jobbról. Tök jó az a mesterlövész, mert 15-ös tárja van és ilyen fél autóvata ugye, nem ilyen felhúzkodós. Úgyhogy viszonylag gyorsan tud vele lőni, meg egy csípőből is távcső nélkül. Oké. Okay. Ja, én ajánlom ezt a játékot egyébként, akik szeretik az ilyen lövöldözőset, meg még ráadásul nagyon balanszolt nehézsége van, tényleg nagyon jó, nagyon. Hogyha szintednek megfelelő küldetéseket csinálsz, akkor pont van tökéletesen jó kihívás, ha annál nagyobbakat csinálsz, akkor ördög nagy szopás van. Hogyha annál lejjebbeket csinálsz, például most ez egy alacsonyabb zóna, látjátok, hogy az ellenfelek 12-esek, azt hiszem, és 16-os vagyok így meg, easy, nagyon. De ez meg is van talán ez a küldetés. Igen, ellátmányt meg is szereztük, kiírja ugye, hogy miket kapsz, credit, XP. De gondoljátok, átmehetünk egy keményebb helyre. Itt az ellenségek szintje már 15-ös, itt van a következő. Ezeket farmolgatom, mert ez jó, tényleg, hogy ugye itt vannak ezek a pontok fent. Lehet, hogy az egeremet nem látjátok, mert azt hiszem, ez ki van kapcsolva. Orvosi szárnynak 440, műszaki szárny 140, biztonsági meg 0 ponton van. Ebből lehet fejleszteni, majd a végén elmegyünk, azt fejlesztünk. Csak addig farmolok egy kicsit még. Tényleg addig nem csinálok semmi más ilyen komolyabb küldetést, amíg srácok nincsenek fent, hogy ne együtt éljük meg azokat a quest küldetéseket. Együtt éljük át azt a borzalmat, amiket tudnak adni, mert egyébként nagyon hosszúak tudnak lenni, és nagyon nehezek is tudnak lenni, ha úgy van. Na, itt van. És itt már ugye 15-ös ellenfelek lesznek, ez már nem lesz annyira egyszerű. Mindjárt megpróbáljunk valami jó fedezéket keresni. Na igen, láttátok? Fél HP csak. Aha, mindjárt. És van ott egy... Van ott valami tiszt is volt. Ez a lila fegyver, ezt bemákoltam. Az előbb kaptam. Ez ezen a szinten, ez nagyon OP. Ezelőtt szerintem egy fele ekkora sebzési fegyverem volt. Ugye vannak NPC-k, akik segítenek, szóval annyira nem érzed magad egyedül. Meg eléggé él a világ, nagyon sok minden történik, mit tudom, patkányok futkoznak, vagy amit el tudsz képzelni. Ezzel kell beszélni, valószínű, hogy itt még lesz akció. Ha még jönnek, csak tudnám erre. Hát ez nagyon nem jó fedezék így. Ajaj. Ugye vannak ilyen lilák. Lila ellenfelek, amik ilyen elitnek talán számítanak. Meg ugye vannak izék, vannak még azon kívül. Innen nem tudok, mert itt van ez a hülye. Meg vannak sárgák, akik még nehezebbek. Hát ezt majdnem pülybe haraptunk. Egyébként nyilván át lehet lőni az olyan felületeket. Aha, meg csinálják ezt a szart, hogy körbe kerítenek simán gyerekek. Úgyhogy nem át nézni a másik oldalra néha. Amit a Keeper nem csinált meg, és majdnem fűben raptunk. Jó, ezek az elitek, ezek nagyon nehezen halnak. És még mindig jönnek gyerekek, és lehet, hogy még nehezebb hullám lesz. Hát nézzen kire, mert... Aha. Uh-huh.
De jó lenne, nem akkor körnék, amikor a legnagyobb marc van. Tár az a keeper! Jó. Uff. Ugye erre is lehet távcsövet rakni. Erre a fegyverre én nem raktam. Mert nem szeretek zoomolni, inkább gyors fegyverváltással szoktam meg abszolválni ezt a dolgot, hogy... Jó, ez is megvolt, szuper. Nagyon jó. Oké. Okay. Jaj, egy kicsi, ott volt egy kék loot. Kerámia, valami pisztolytáska volt. Ugye armor részeket tudsz összeszedni. Meg izé részeket is ugye. Fegyókat. Nyilván. Ó, itt valami lootot mutat. Na, ott végre felvettük. Meg ott szemben van egy zöld. Ezt még megnézzük. Meg ide fel lehet mászni, lol. Hol egy zöld út. Igen, felvettem. Na, mi ehhez hitú gyerekek? Van még itt valami olyasmi? És van egy lezuhan drón. Aha, azért kell lehet itt felmászni. Ezt megnézem, mi a rák ez. Különböző ilyen bizony... Hát, van sztori. Meg csomó minden, rengeteg ilyen mellék, szál. Itt van valahol egy drón. Aha, valami nem azt, mit kell csinálni? Aha. Hát ennek kaptam tapasztalati pontot, csodálatos. Na, nézzük gyerekek. Következő találkozási pont, melyik van legközelebb? Hát szerintem ez, nem? Ezen az úton végig, aztán egy kis kanyar, aztán már meg lesz. Csak itt egy kicsit észnél kell lenni, mert kemények az ellenfelek. Itt hamar bedarálnak. Nagyon nagy dolog nem történik, hogyha meghalsz, annyi, hogy visszakerülsz egy bizonyos kiválasztott létesítménybe, amelyikbe szeretnél, de... Hú, itt van egy csomó ellenfél. Azt a bőtyár, mi van gyerekek itt? Meg, jaj, nagyon jó sokan vannak. Ugye nem muszáj mindenkivel... Neked balhéznod nyilván. Úgyhogy lehet, hogy tovább is megyek. Elsonyulunk. Most ugye egy küldetés így elindult. Mert közelébe értünk, de mi nem arra megyünk, úgyhogy már húzunk is tovább. Mert engem nem érdekel ez a küldetés. Megpróbálunk innen kioldalogni. Ugye itt írja is, hogy védd meg az ellát, meg minden. De én nem akarom ezt. Grafika szerintem nem csúnya, nem is tudom hány éves játék. Aha, ezt kell csinálni, jó. Fegyverkereskedőket kell megzavarni, gyerekek. Megkintjuk egy-két fejesse őket. Egy meghalt. Kettő meghalt. Három meghalt. Kukucs. Egy meghalt. Perfect. Perfect. És akkor ezzel mit kell? Meg kell jelölni. Vérd meg az ellátmányt, amíg megérkezik a GDF, ugye? Ez egy ilyen rendfeltartó. Nem tudom, mert jamán látom, hogy honnan jönnek. Kicsit hűz... Na, ez budi dolog volt. Na, ez mazli volt viszont. Ez meg nem! Ugye tudod magad gyógyítani, van a V-nél nekem, egészségügyi csomagom. Plusz... másik irány, basszus. Az a baj, elég szépen meg szeretnek kerülni, látod? Ott túl kell figyelni. Ja, jó van. Futás, bazze! Hol vagytok? Dobja a gránátot! Ez vak és sükette, édes Istenem, mi történt velem? Ne! Nem.
Nem hiszem el, bazeg. Ja, ez elég nehéz. Ugye megint gyógyít ott a rajt magamon, az volt a szerencsém, de még mindig jönnek? Hát mondod. Majd meg messziről itt elég őket. De mondod gyerekek, mi a pöcsör van. Gyógyíts, gyógyíts. Hányan vannak még? Egy. Ne basztasd! Fel akarja robbantani, ugye? Aj, no az jó volt. Fel akarta robbantani, mert nem sikerült is. Na, van egy csomó lootunk. Ja nem, néha nem egyszerű. Meg tök jó mozogni kell. Fel kell ismerni azért a helyzetet. Katori M9-es. Pisztolyobb még nem is volt kék szerintem. Ugye itt ilyenkor felkiáltójel ott van, hogyha valami új cuccot kaptál, úgyhogy meg tudod nézni, például ez jobb lett, mint az enyém. Van egy kesztyű, amelyik nem jobb, mint az enyém. Ugye akkor is felkiáltójel, hogyha nem jobb, csak hogy abba a kategóriába kaptál. Ugye van különböző páncéltípusok, egy pisztolyt kaptam, ami sokkal jobb, mint az enyém. Ugye ilyenkor se áll meg az idő, úgyhogy vigyázni kell. Meg kaptunk egy ilyet, zöld. Ugye a zöld az egy rosszabb grade, mint a kék. És ugye a kék az rosszabb, mint a lila. És azt hiszem, egy grade van fölötte, az a sárga. Ó, te fiú. Hát ja, itt ember az izé van. Van nyilván gránát. Ez például pont egy izé volt, egy flashbang. Gránát sok fajta van. Ugye egy flashbanggel azért jót tudsz csinálni, meg tudod vakítani őket, de rohadt sok, ez egy elég veszélyes környék, ahogy látod. Kurva sokan vannak. Meg ugye elég agresszívnek kell lenni, mert ha nem ölöd őket időben, akkor azért a gyakadra jönnek keményen. Ahogy látjátok. Na én egyébként tényleg ajánlom, egy 2000 forintért meg lehet kapni ezt a játékot, G2-ár. Ugye, tört ebből. Jé, bazd, mi fasz vagy gyerekek. 16-osok. Ami azt jelenti, és meg dobja a gránátot, jó. Bazza, itt volt a gránát, hát nem is vettem észre. Csóh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 
Az nem, ja, azt hittem, hogy az egy ellenfél. Megint ide dobja bazza. Jó, nem ide. Aztán megvolt te. Édes Isten, de legalább lett egy csomó lootunk. Úgy látom, itt van. Kék. Módosító. Ugye ilyen modifikációkat lehet ruhákba rakni. Ez meg nem is kék, ez elektronika volt. Szuper. Azt a bötyát, gyerekek. Mi volt? Azt sem tudom, hol mentünk. Ja, ide megyünk. Mi? Hát hogyan? Vagy nem oda? Megyünk. És melyikhez érdemes? Ellenfelek szintje 15, ellenfelek szintje 16. Hát megyünk először a gyengébbikhez. Úristen, van egy 16-os ellenfelek szintje is. De onnan jöttük, nem? Nem baj, megcsináljuk ezt is, meg azt is. Az visszamegyünk fejleszteni. Elég sűrű itt az környék, nem? Sajnálcok, azért nem piskóta ez a hely. Ugye rengeteg civil van, úgyhogy az ellenfeleket úgy annyira nem tudod kiszűrni, hogy ó, már kiszűrtük, jó van. Granát megy nekik oda előre.
Valamilyen. Ilyen, repesz. Úgy. Annak megmegy a fejes közbe. Oké, meg is volt. Granátosok kellemetlenek. Mert ugye kimozgatnak a fedezékből, ahol tök jó biztonságban vagy, úgyhogy az nem a legbarátibb dolog. A többi az még így elmegy. Messziről még a mesterlövészek, amik tudnak csúfos dolgokat csinálni. Na, merre kell mennünk? Hol van az izé? Hol van az a pont? Valahol nem velünk egységbe mutatja egyébként. Úgyhogy azért egy érdekes. Fel kellene mennünk? Fölfele? Lehet, hogy akkor a másik oldalt? Hogy jutok én itt fel? Néha vannak egy-két ilyen fura dolog. Meg ugye vannak ilyen lootok, szerszámok, meg ilyesmi. Mert ugye lehet craftolni fegyókat, meg azt hiszem armorokat is. Nem nagyon szoktam, lehet, hogy megéri. De én ennyire nem szoktam. Most már kell menni fölfele, bazze. Ott egy lajtorgya. Nagyjából New York meg van csinálva egyébként. Tök ilyen, mondjuk, hogy élethűre. Hoppa, ez egy bomba volt. Megtalálod a Times Square-t, meg az ilyen fontosabb részeket simán. Nem azt mondom, hogy ilyen full realisztikus lehet. Gyerekek, ide közel. Gépfegyvert használunk. Biztosítsd a területet, marha jó vagy, baze. Nem szeretem a közelharcot. Főleg nem, amikor ilyen... Jézus Mária, gyerekek, mi van itten? Szkönölünk egyet. Ó, jaj. Na figyeljetek, ezek... Ájjáj. Ezeknek menjen egy gránát, egy repesz. Nekünk is. A faszod. Mi van ott fölbe az? Megbondultak. Nem túl jó, mert innen konkrétan rám látnak, szóval nem a legbarátibb ez a hely. Ó, a mesterlövész a baj lesz, gyerekek! Hát ezt nagyon megúsztuk. Ej, baze! Isten! Az a mesterlövész az csúlya. Az lövöldöz be egyébként minket ezerrel. Kéne egy kicsit nem tudok tölteni. Ugye feltölthetik Caldon vagy hogy nevezik, CD-n van az a gyógyításom. Az mindjárt feltölthetik, azt akkor tudok egyet nyomni, addig egy kicsit pi van. Mert ez egy lövéssel leszed minket. Bazdban ne! Nem azt akartam, hogy úgyis már megmagad az anyád úristene. Oké, végre, ha megtörtént. Nem jó ez a fedezék. Na ugye nem jók ezek a fedezékek. Nem jó, ki kéne vennem innen. Nem volt. Szivás volt. Kutasd át a területet a kulcsra. Oké. Viszont egy kék cucc. Meg itt is volt egy zöld. Meg valami még. Szerszámok.
Ugye 19x47 látjátok, 20x47 most a cucc, amit tudok magamnál tartani. Alatta meg ugye látszik, vagy fölötte a pénzem, az 31k. Valahova, hova, föl kell mennem oda. Abból ugye lehet vásárolni, de vigyá megmutatom. Ez egy ilyen bemutató jellegű videó, jó? Egy kezd csináló. Ja, meg Mokka is egyébként játszik. Mokka bajtás. Túsz kulcs. És akkor ezzel ki tudsz engedni túszokat, de még nem biztos, hogy nem jönnek. Jó, leugrok, hallod. Csepződött egy picit, nem számít. A rövidebb úton jöttünk le mi. Unni nincs. Nem kilépett Ubisoftba, és biztos alszik holnap meló. Aha, mind van. És akkor ez volt a küldetés, azért is ugye kaptunk. Miért? Ez egy biztonsági, nem orvosi szárnyellátmány. Ha gyertek ki, be akarok menni, hogy hátha marad valami cucc. Kösz. Van valami loot. Energiaszelet, jaj, de örülök neki, szuper. Oké, figyeljetek, van még valami érdekes, vagy visszavegyünk? Itt van még egy találkozási pont. Ugye azokat szinte mindent itt csinálom meg. Ez van, vissza. Ezek az ötszögek, ezek mellékküldetések. Ezeket megcsinálod, akkor igazából ott baloldalt írja, hogy mit kapsz érte. Kreditet, XP-t. Meg ott van, hogy miért viselhető tárgy, vagy hasonló. Ugye a nagyok, azok a főküldetések. A rejtek helyek azok olyan helyek, ahova ugye tudsz bemenni, és ott tudsz üzletelni. Az ilyen szép zónok. Ezen kívül csak ezek a rejtek vannak, ezek a, az ilyen háromszögek találkozási pontok. Amivel ugye, amit mondtam, hogy azért érdemes csinálni, hogy ilyen fejlesztési pontot kapsz a bázisodhoz. Mindjárt meg is mutatom, milyen ez egy bázis. Megmutatom, milyen egy rejtekhely. Gyors utazni lehet oda, ugye, ha felszabadítod. Mindjárt elmegyünk oda. A rejtekhely az egy inkább egy ilyen kisebb, hát ilyen bázisnak felel meg. Ugye itt láthatod egyébként a többi játékost is, hogyha éppen itt mászkál. Itt van például egy. Ilyen full nevezető. Elnézést a kölgésért. Itt vehetsz fel küldetéseket. Meg itt feltöltheted a lőszerkészletedet is, ha akarod. Szóval ez ilyen. Ez egy ilyen kisebb bázisnak felel meg. Lehet itt üzletelni is van például. Ez, ő is egy játékos, nézzétek. Ő is egy játékos. 15-ös szintű. Abban meg lehet nézni egyébként, hogy 15-ös szintű. Mr. Herbata a neve. Ugye lehetne csapatban játszani vele, akarsz. Felszerelésbolt, itt el tudsz adni dolgokat, tudsz venni dolgokat. Itt van egy lila izé. 11 000-be kerül, gyerekek. 11 000-be. Vaj, összehasonlítás. Az enyémnél ennyi jobb, gyerekek. Figyeld. Izajon, 127 páncél, az 85 páncél. Lila. Hát ez a lila páncél azért, az megdobogtatná a szívem. Mondjuk van 32 000-re. Hagyom. Ja, és itt meg fel tudod tölteni a lőszeredet. Meg van lerakat, amiben be tudsz pakolni dolgokat, és utána ezt izé gyakorlatilag, hát egy, minek nevezik, látjátok, és eltűnt a csávó. Tehát így kimegy, és onnantól nem látszik. Onnantól teljesen külön, mint hogyha külön szervere lennénk, kivéve akkor, hogyha egymással akarunk játszani, akkor látjuk egymást, és akkor együtt tudjuk csinálni a küldetéseket. Na, ahogy mondtam, megyünk akkor a fő base-hez, műveleti bázisra, gyors utazva. És akkor itt fejlesztünk egyet, mindjárt. Szupi. Hát ez ilyen tipikus, fejlődős,
Looter shooter, így áll nekem most a... Nézem. Orvosi szárny, műszaki szárny, biztonsági szárny. Ugye az orvosi szárnyhoz van 500 pontom, ott fölül írja. Műszaki szárnyhoz van 200, a biztonságihoz meg 60, ami nagyon kevés. Tehát lehet, hogy valamit tudunk fejleszteni, biztos, hogy a biztonsági szárnyon nem tudunk fejleszteni semmit. Ugye itt egyébként tök jól lehet tájékozódni, mert látni ilyen vonalakat lenne a földön, hogy merre van az orvosi, merre van a biztonsági, merre van a műszaki. De egyébként elég könnyen el lehet találni. Itt is ugye, ez, gyakorlatilag ez a mi fővári szállásunk. Itt, ahogy fejleszted, az az érdekes benne, hogy folyamatosan fejlődik kinézetre is. Tök érdekes, hogy így megjelennek emberek egyre többen. Például, ugye mutatok valamit. Itt is ugye küldetéseket lehet felvenni, például ugyanazok az NPC-k vannak. Itt például ez a szekció, ez pár órával ezelőtt még nem is létezett. És így berendezték, raktak ide asztalokat, takarítanak, állítottak karácsonyfát, van egy zongora, itt alszanak. És egyébként van ritmusuk is, tehát a, kint a városban is, hogy éjszaka inkább nem nagyon mászkálnak, nappal többen vannak, és akkor itt alszanak. Ez nagyon ez tök jó szerintem meg van csinálva, hogy él ez az egész. És ahogy fejleszted a különböző szárnyakat, egyébként van itt fegyverbolt, felszerelésbolt. Van egy kutya, eddig nem volt kutya. Jó, azért meg kifejlesztettem a kutyás egységet, beszarok neki. Itt eddig nem volt, most fejlesztettem ki ezt a kutyás egységet, és akkor ez is itt van, és itt a kutya mászkál. Nemrég fejlesztettem ki ezt az egységet, ez ilyen beszerzési csapat. Ezek kimennek, és mindig hoznak nekem valami tárgyat. Na, és itt akkor ezt át lehet venni. Amit még fejlesztettem, gyors megnézzük. Ezt még nem, utánpótlási vonal. Itt ezt igen, ez a műveleti szoba. Ezt is fejlesztettem, emiatt van egy ilyen fejlesztett fegyverbolt itt mindig. Azt a bőtyár gyerekek, nem mondod, micsoda DPS-ek. Nadik, itt azért vannak komoly cuccak, apám. Csak lila, durva. Ez sincs kifejlesztve, barak. Lőtért kifejlesztettem, itt lehet lövöldözni, nem tudom mi értelme volt. De egyébként azon kívül, hogy ezeket kifejlesztett, különböző képességeket is adnak. Megvan egy speciális lőszerláda, mert itt is az őrposztot kifejlesztette a Keeper. Kifejlesztés egyébként roppant egyszerű, mind a három szárnál van egy laptop, és akkor itt rámegy az ember, és kiválasztja, hogy mit szeretne fejleszteni. Ugye itt van, hogy mennyi pontba kerülnek, ezek 1400-400-400, 60 pontból nem fogjuk ezeket fejleszteni. De viszont van olyan, amelyiket tudok, azt hiszem az orvosinál volt. Az orvosi szárny is nagyon érdekes, ott meg... Igen, mutatom. Gyógyszertár, mivel kifejlesztettem, ez ide került. Tök ilyen romok vannak egyébként. Az az érdekes benne, hogy tök romok vannak, és annak köszönhető, hogy így... fejleszted. Gyermekellátás, éjszaka nem működik, baze. Szerintem éjszaka van. Itt is gyerekek szoktak lenni, tanácsadásnál is. És most kevés ember van viszonylag. Klinika is ki van fejlesztve. Az intenzív osztály is. A vegyvédelmi osztály is. És a fertőtlenítő egység. Ott meg nincs valami. Meg a katasztrófa segélyezés nincs. És itt ezeknek van ritmus, ezeknek az NPC-knek. Itt például kigyóznak a sorok napközben. Éjszaka úgy látom nem. Nézzük, valamit nem tudunk fejleszteni. Van 500 pontunk, abban meg tudjuk a karantént csinálni. És ugye ezeket a képességeket egyébként adja. Úgyhogy ezért is érdemes fejleszteni. Na, 90%-on van. 1000 pontot össze kell kapnom, és akkor megvan ez. Az utolsó is. A karantén ott van, látjátok? És eddig az előbb még nem volt, most már van ez is. Érdekes. Ugye fölmegyünk még a műszaki szárnyba is. Hogy ott éppen tudunk-e fejleszteni valamit. 200-ból valamit tudunk. A műoldas kommunikációt, akkumulátor töltőpont. Jó. Szuper gyerekek. Na ez is megvolt akkor.
És azt hiszem, hogy nincs is több pontom. 100 van, meg 60, de ez így most már egész baba. Ja, és akkor annyit érdemes még ugye, hogy eladni azokat a cuccokat, amik ugye nekünk nem kellenek. Meg amik rosszabbak a miénknél nyilván. Eladás. Ez ugye rosszabb. Ez is rosszabb. Ezeket gyorsan eladja a keeper. Szerzünk egy kis lowét. Ez a kesztyű viszont jobb, mint az enyém, úgyhogy ezt meghagyjuk. Ezt a zöld hangtompítót megy a levestben szar. Azt a kesztyűt azt lecseréljük. Mindjárt. Ez sokkal jobb, mint az enyém. Oké. És akkor eladás, az a kesztyű, az mehet a levesbe a régink. És van is 36 ezrünk, már bánom, hogy nem vettem meg azt a felsőt. Szia kutya, vész újság volt. És megnézzük, itt voltak nagyon epic jó cuccok, úgy láttam. Azt megnézem, hogy az enyémnek... amit? A G-fegyveremnek 10700 DPS-e, a mesterlövészemnek 12000, megnézzük ennél van, jobb-e mesterlövész van-e, meg, aha. Hát nagyon nincs, viszont nagyobb tár van. Ezek is, 10000 egy ilyen, úristen. Isten, úristen gyerekek, drágaság van. Ez könnyű géppuska. Ez egy mesterlövész puska, de rosszabb, mint az enyém. Rosszabb, mint az enyém, érdekes. De vaza, nem, a mesterlövész 6200 alapsebzés a gyerekek. Az brutális, az brutális. 6200 alapsebzés. Ugye nem csak a DPS számít, mert az enyémnek hiába csak 1100 az alapsebzése, hiába 12000 DPS-e, mert ugye gyorsabban lő. De, viszont egy mesterlövésznek azért nem lenne rossz, hogy baromi nagyobb. De az érdekes, hogy ez ilyen lassan lő. Hit a tárba. 5-3 lövést per percenként. Hát lehet, hogy ezt meg kéne venni. Ez egy könnyű géppuska. Jó, ezt pazza. 16000-ért megvegyem. Vegye fel a gyerekek. És akkor átszereljük a saját magunknak. Ugye legalább ezt megmutatom, srácok. Ugye ez volt a régénk. Ezt kiválasztjuk. Van egy olyan, hogy kiegészítők. Na bazza. Van rajta egy olyan, hogy kiegészítők. És akkor ezeket lecsupaszítjuk, leveszünk róla mindent. És akkor ezt el is adjuk majd, átszereljük, hogy a kettes, az ez legyen. Már is jól néz ki. Kiegészítők, és felszereljük rá azokat a ez egy ilyen izés záverzatos. Ez a tipikus, minek nevezik ezt? Milyen zár? Bajon egy zár, vagy nem is tudom. Rakunk rá egy kirézetet. Én úgy különböztetem meg a kettőt, hogy a zöld, az mindig a mesterlövész puskám, hogyha éppen nálam van, akkor lássam. Rakunk rá egy jó optikát. 15-szörös távcső szerintem az így ideális lesz, igaz, még csak kék. Rakunk rá egy jó tárat. Gyorsan kivehető tár. Tűzgyorsaságot növel, és újratöltési időt csökkent, az viszont jó. Rakunk rá valami markolatot, hogyha lehet. Pontosság és optikai távot növel. Úgyhogy lehet, hogy ezt rakjuk. A csőtorkolatra rakunk egy talkrat féket, fejlővés sebzés növel, és visszarúgás csökkent. Nagyon jó. De ezért azt nem rakta fel. Oké. Föl is van szerelve. Na gyerekek, akkor ez egy 6200-as sebzést produkál. Plusz, ugye, mivel, ugye megmutatom, mivel mesterlövész puskának van egy ilyen bónusza, ami 136%-os sebzést ad, tehát akkor ez alapba minimum 15 000-es sebzést fog durrantani egy lövéssel,
És van neki kettő darab adottsága, amit sajnos nem tudjuk használni, mert nincsenek meg a követelményeink. Okay. Jó. De ezt ki kéne próbálni annyit, hogy kimegyünk gyorsan, ezt erre rá kell néznem. A mesterlövész puskában már kezdett el a boot, ez a lila bila, ez elég jó lesz szerintem. Brutális egyébként, hogy milyen gyorsan lehet fejleszteni a fegyvereket. Két szinten ezelőtt még örültem a kéknek is, most meg már a lilával itt hadonászunk. Nagyon gyorsan, lehet, hogy még egy küldető vagy egy izét megcsinálunk egy ilyen pontot. Hova kéne menni, gyors utazva, hamar elérnénk. Hát figyeljetek, itt is van még egy, és ez elég közel van. Itt meghaltam az előbb egyébként, még mielőtt elkezdtem a videót. Oda fölmegyünk, és akkor megpróbáljuk valamelyiket megcsinálni. Leginkább kíváncsi, ez lehet, milyen nehézségi szint ez? Lehet, hogy ez azért, ja, 14-15-es jó, akkor annyira nem vészes. Föl kéne töltenem a lőszer készletemet, az meg, hol, itt van. Ja, már föl van töltve, oké. Okay. Ez is ugye egy izépont, ilyen. Búvóhely. Na, itt, ja, itt haltam meg, elhalálozás hajja, látjátok. Nem tudom, hogyan sikerült, már nem is emlékszem. Nem nagy probléma van, hogyha meghalsz, visszakerülsz oda, úgyhogy annyira nem gáz. Na, itt kiugrunk. Hát erre kíváncsi vagyok. Ó, ott vannak jó sokan, hát lehet ezek doráltak be ezelőbb még. Jó van, bazze. Szkennelni kellett volna, nem csak futni, mint a bolondok. És meg hova bújjak, hova bújjak? Na már ez kell. Ezt kipróbáljuk, mekkorát durran fejre, jó? Tizenötezer. Egy. Testre 6000. Gyerekek, ez nem is lő lassan? Mi a pivót ez a baj, bazze? Hallod, ez brutál. Hoppa. Hát azért nem is lő gyorsan. Hát ez brutál. Ja, 15000-et lő fejre. Simán tudsz vele csípőből is. Ajjajjajjaj, ez jó lesz. Figyeld, csávó. Buksi kilóg. 15000 fej. Megvagyunk. Ja, viszont, hát a híd van csak a tárba, ugye? Nem 15, mint az előzőnél. Icipicivel lassabban lő. De még a baráti kategória. Itt jó sűrűn vannak a ellenfelek, még mindig. Jó, tetszik, meg kell szokni. Mesterlövész jó. Pont faszát próbáltam győzködni ma róla, hogy használja nyugodtan mesterlövészt, mert el lehet vele. Aha. Szórakozni. Hova menjünk, gyerekek? Itt vannak buzik, de valami. Föl kell az elíteni terepet, hogy hol tudnék jól befészkelni magamat. Talán még nem vettek észre. Hát nem a legjobb. Nem a legjobb a hely. Na várjatok. Az ki a pöcsöv az? Úristen, hallod. Valami nagy darab benga állat. Na, annak adjunk egy fejest. Aha. Egyes gomb. Ez baráti volt. Baráti volt. Hú, az a benga állatot lehet, ez nélkül nem is szedtem volna le. Figyeljünk, nem vesznek körbe. Hát ezek 15-ös szintűek, már nem babbal gurítanak. Nézzük, egy mesterlövészkedjük egyet. Az anyád, úristen, rekeljél föl, bazze! Ha ez jó, így csípőből is. Azért testre 6000 se rossz. Jó ez. Oké, mit kell csinálni? Mi a szitu?
Most mi? Meg is csináltam, vagy mi történt itten? Vagy ez nem is itt volt? Na, ez nem mi? Hülye vagyok. Hát nem mutat itt semmit, akkor elvileg megcsináltam. Kaptunk pontot, 120 van, úgyhogy szerintem kaptunk, akkor jó van. Na. Ja, megléptünk a 17-es szintet, jáj! Nem örülök. Nem az lenne a cél, hogy szinteket lépegessek. Kár, hogy nem lehet XP lokolni valahogy. Néhány játékban lehet ugye, hogy nem lépje szintet. Hogyha ilyen twin karaktert akarsz csinálni. Vagy Smurfot, vagy minek szokják nevezni. Egy kicsit megerett az eső, vagy a hó. És azon merre vagyunk előre. Na meg kéne nézni, itt még volt egy. Jaj, ne ijeszteges testvérem. Mondjuk ide közelharcra, ezt kéne használni. Brutál, ja, nagyon durván fejlődnek a fegyverek, és muszáj is fejleszteni folyamatosan. Mert nem hiszitek el, de mit tudom én, ilyen három cinttel lejjebb. Még ilyen... Mit tudom én, ilyen 3000 DPS-ek voltak, most meg 10000 DPS-ekkel megy az ember. Valami van itt. Indítsd be a scanner frekvenciát. Úgy lehet bemenni, báze, arra beszéljetek. Báze, mi van itt a nöncsén? Ja, ez egy ilyen, ezt nem szeretem, egy ilyen rohanás lesz. Jó, hát gyorsan meg kell keresni a következőket. Szkenelni kell, nem tudom milyen viruszken. Csak ugye valamikor tök random helyen van elládva. Láttok véletlenül ilyet? Ilyen kockát. Kocka, bocka! Vissza föl. Följebb. Ezt nem veszed észre, akkor cseszheted. Úgyhogy gyorsan, gyorsan. Meg az a baj, közben jó lenne lootolgatni is. Nem látok sehol olyan kockát, biztos elhagyok. Na, erről még akarok beszélni, ezekről a sál meg ilyenekről, amit kapok. Hol a pöcsömben vannak, baze? Gyerekek, nem is láttam izét. Több ilyet. Hol van? Na, ez megint nem lesz meg. Ki kell menni ablakon? Itt van egy, bore. Jó, megvan egy. Még kettő darab kell erre, hol? Itt meg be. Ó, te Isten. Hol vagy? Még van 5 percem, úgyhogy nem gáz. 4 perc. Ott van egy. Még van egy. Hát nekik itt agyul van, mint a sárba ezzel. Tiszta időben érzem magam, az a 7 Days to Die-ba, ennyi luttal. Itt is van egy konyhaszekrény. Gyaló, bakancs volt, te. Na, merre? Följel? Vagy mi volt? Most merre kell menni? Jó, a hűtőszekrényből nem szerünk semmit, mert már fullon vagyunk mindennel is. Talán még egy szinte feljebb, nem tudom. Ahol itt is még... Jaj, te Isten! Karácsonyfa! Itt mekkora lád a gyerekek, ezt megnézzük. Azt a... Ezért volt lő, fegyver is volt. Itt nincs, biztos följebb. Hány percünk van? 3.37. Ja, itt eléggé kapkodós, meg kell találnod a cuccot. Hát lehet, hogy itt lesz ver. Mi az, mi van itt? Ingem, ez a játék egyébként a Legenda vagyok című filmre emlékeztet brutálul. De szerintem a készítők nem véletlenül. Nem véletlenül a hasonlóság, hanem készítők szándékosan akarták ezt így. Na, itt kimegyünk? Aztán talán megérted, hogy hol le kell bazzak. De szerintem elcsesztem. Na, kiventem onnan abból a területről. Ó, basszus, hol van? Most nehogy ma valami nagyon messze elhagytam, mert akkor örülök neki. Akkor nem lesz meg ez a küldetés. Egyébként neki tudsz állni még egyszer. De hát azért, hát mondjuk valaga. Nem látom sehol, te. Tudjátok azt az ilyen dobozt.
Na, most akkor el vagy csezve. Itt volt egy, ugye? Ezt megbizargáltam. Itt nem volt, akkor mégiscsak följebb kell venni, de hát... Vagy elhagytam valahol lejjebb egyet. Ugye? Nem biztos, hogy ez... Fiú! Hol volt? Az ablakon kellett kiverni? Vagy mi volt? Jaj! Merre? Hol tudtam kiverni, vagy bejönni, vagy mit csináltam ma? Itt jöttök be. És nincsen sehol bazzer. Ó, a szem álljon meg a készítőknek. Most ezt is basztottam. Hol van? Lehet, hogy mégiscsak fölvegyük a tetőre, gyerekek? Menjünk föl a tetőre, hátha. Gyorsan. Lehet, hogy az arra kellett volna. Futi, 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 hátha. Hátha. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Itt van-e? Jó, és most ennyi időnk van, hogy ezt felhőbe föllőjük. Ami lehet, hogy nem lesz egyszerű. Kockáztat a Keeper. Még olyan nem voltak erős ellenfelek azért. Meg jó, hogy jó csúszling volt. Jó, és akkor ugye megvan nekünk, most 160 orvosi, 120. Hát elég nyögvenyelős összekaparni rá egyébként. Ugye a főküldetések adnak 500-at, ahogy azt már mondtam. Vagy nem mondtam, 500-at adnak, szóval össze lehet szedni, nem beszélyes, csak... Csak ugye ezekből a picik, ezek csak 60-at adnak. Na, még annyit akartam megmutatni, ugye, hogyha te személyre akarod szabni a karaktered, akkor kinézetekben rengeteg van. Most nekem például olyan biztosan csináltam meg, de például csak a sálakból. Mondjuk az kevésbé látszik, inkább mutatok egy kabátot, jó? Hol van egy kabát? Kabátok például. Van ilyen bomber jacky, van ilyen színű bomber jacky, olyan színű. Broker kabát, van ilyen bélelt kabát, barna, ilyen szürke, tök jók néznek ki egyébként. Minden egy rettenetesen részletesen kidolgozottak, jó, tényleg szépek. Az a piros azért az adja, nem? Bélelt kapucni is kabát, peros. Van ilyen, itt a baseball jackik. Én ezt a fényvisszaverő kabátot hordom poémból. Hú, ez jól néz ki, grilli, tök jó. Szállat. Hajléktalan. Mi az? Hékabát. Van aranyszínű. Vannak ilyen érdekesek. Meg egy csomó Ubisoftos játékból át vannak emelve a skinek. De hát tényleg ilyen böszmesok van. És mit tudom én, a sálak közül ugye nekem a izai van a fejhallgató. De azok közül is rengeteg van. Meg tényleg sok olyan van. Ezt lehet, hogy nem tudom hol van. Maszk, egy darab maszkot kaptam egyébként egész játék alatt. Fejvédők között is. És mindjárt nézzük egy olyat, hogy... Például itt van a Wildlands-ből, Ghost Recon Wildlands-ből egy izé... Egy... Sapka. Itt van a izéből... Milyen Spinancer-ből. Tudjátok, a tipikus izéje. Úgyhogy vannak. Én ilyen direkt poénból csináltam a karaktert. Nem ilyen vérkomolyan. Jó, köszönöm a figyelmet. Csak gondoltam, csinálok egy ilyen helyzetjelentést, hogy én mivel szoktam veretni akkor, amikor éppen nincs videó. Úgyhogy ezt a játékot ezerre lehet szidni, hogyha úgy leugarni gyerekek. Azért az adnál, nem? Ezt a játékot lehet ezerre szidni, hogyha épp nincs videó, akkor ezzel veretem. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek. Csumi csá!